Sziasztok srácok, üdv mindenkinek itt a DAI csatornáján, ismételten egy érdekességgel készültem nektek, méghozzá hoztam egy Legót nektek. Van nekünk egy konzolunk, aztán hát az élet úgy hozta, hogy Legó forzáztam egy kicsit, és annyira megtetszett ez az autó, illetve hát most a mennyasszonyommal egyre jobban feljött a Legó mániánk, úgy gondoltam, hogy ebből a Legós forzából egy darabot megvásárolok magamnak, és ez a Legó Porsche lett. Hát arról azt kell tudni erről a készletről, hogy amiért nem vagyunk eredeszve anyagilag, ezért úgy gondolom, hogy egy olyan készletet veszek, amiért nem fog annyira fájni a szívem, illetve hát számotokra is érdekes lett, mert ezért nem egy olyan több tízezres vagy százezres nagyságú tételről van szó, amit bárki be tud szerezni, hogyha éppen szüksége van rá. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amit szinte az összes játékbólban, vagy nagyobb szupermarketben, ahol vannak játékrészek, találkozni lehet ezzel a Legóval, ezért lehet, hogy megél a kedvetek ahhoz, hogy ilyen könnyen beszerezhető Legót akár ti is összerakhatok. Hát ez a Legó Porsche, ez a 75-895-ös számú Legó, és pontosabban a Porsche, az az 1970-es Porsche 911 Turbo 3.0, nem is tudom, hogy ennél jobban részletezik el, úgyis majd mutatok közeliben, hogy ez pontosan melyik Legó. Szerintem el is kezdem összerakni ezt a Legót, remélem tetszeni fog nektek ez a Legó bemutató, majd később, ha összerakom, megmutatom azt részletesebben, hogy pontosan milyen elemeket is tartalmaz ez a készlet. Annyit még hozzá szeretnék tenni a dologhoz, hogy egy kicsit csalok, ugyanis, amit mondtam, hogy ezt már korábban megvettem magamnak, úgyhogy ezért a dobozon is látszik, hogy ez már bontott állapotban van, egyszer ezt összeraktam, csak gondoltam a videó miatt, most összerakom még egyszer, illetve hát sajnálatos módon nem az én kézügyességemhez találták ki, de vannak benne szépen matricák is, és a matricákat se kapartam le most a Legóról, úgyhogy ezért az összerakás lehet, hogy egy perccel rövidebb lesz, de szerintem ez nem a matricás dolgon, nem azt szoroz már a dolog. Akkor kezdjük is el! Szóval srácok, elkészült ez a kis gyönyörűség, ez a kis Porsche. Nem tudom pontosan ez a videóban hány perc volt, ugyanis később még kiderült, hogy egy-két elemet kihagytam belőle, szóval egy picit még gondolkodtam rajta, hogy hol csesztem el a dolgot. Minden esetre a kocsikánk akkor így néz ki. Mindemellett ugye mondtam, hogy van, ugye az eredeti zacskók meg csomagolások már nincsenek meg minden 100%-osan, minden esetre a használati útmutató az megvan. Most, ahogy így elnézem, összesen körülbelül, igen, 53 lépést tartalmaz a használati összerakás, a használati útmutató, minden mellett pedig ez még az eredeti csomagolása a történetnek. Van benne a Mukinknak, a minifiguránknak, ugye ez a sisakos verzióban láthatjuk magunk előtt, de ennek van még egy sima haja is, illetve kipufogó, a kis bójáknak megvan egy plusz alkatrésze, szóval az lenne, hogy még néhány kényes történetnek van egy plusz alkatrésze, illetve kiderült, hogy az összerakásban is így azt furcsáltam, hogy az egyik elemem nekem eltűnt, szóval nem tudom, hogy most a szétszedés következtében, de azt felhasználtam most a tartalék elemekkor, majd előkerül, hogyha nagyon akar, de Porsche-nk az így is kész állapotban van, szóval én első, igazából 100%-osan meg vagyok elégedve ezzel a Legóval, igazából én azt kaptam, amit akartam, legyen meg ez a Legó Porsche nekem úgy, ahogy a játékban láttam. Szerintem viszonylag jól néz ki, szóval hát, hogy a matricázástól eltekintve, amit fényragasztottam fel, igazából én egészen tűrhetően meg vagyok vele barátkozva. A Legó figuránk is egyébként tök jó pofa, van egy ilyen barna bőrdzsekije, illetve rajta is rajta van egy ilyen lebutított Porsche logó, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve. Illetve hát ugye kaptuk ezt a három kis bójácskát hozzá, de ezek a bóják igazából csak így az autó köré rakhatók le,
és hát egyéb kiegészítő elemei, hát talán az a negatívum, hogy nincs egy elem se, amire mondjuk rá tudnánk rakni őket, szóval ezeket igazából csak így szabadon köré tudjuk lerakni, aminek a következtében félő, hogy el is hagyhatjuk ezeket, illetve hát én a Lego embert azt mindig bele szoktam rakni a minifigurát az autóba, úgyhogy így biztosan nem fog elveszni, úgyhogy hát nekem ez összességében ez volt a véleményem erről a Legóról. Szerintem tök jó pofa, tényleg azért a 10.000 forintos árkategória alatt szerintem egy tök jó terméket kaphattunk. Ja, egyébként még ezt akartam volna megmutatni, hogy itt van a másik, ezen voltak rajta a matricák, ezt még megtartottam. Az ember sose tudhatja, hogy kell-e, aztán most látjátok, kellett. Szóval, hogy igazából 10.000 forintos árkategóriával az ember tényleg egy ilyen laza kis félórás kikapcsolódást kaphat, hogyha össze akarja rakni ezt a Legót. Nekem talán most egy kicsit gyorsabban ment, amért nem kellett matricázni, illetve azért, mert én már ezt egyszer összeraktam, de szerintem egy tök jó, akik szeretik ezeket a Lego Speed Championos készleteket, szerintem ez az egyik, ami a legjobban kinéz, főleg azért, mert én a Porsche-val valamennyire szimpatizálok is, úgyhogy mint márka nekem bejön, úgyhogy hát a Lego verziójuk is szintén nagyon bejött, úgyhogy azra csak buzdítani tudok mindenkit, akit ez a Lego Speed Championos dolog érdekel, vagy az autókat szeretik, vagy a Porsche-t, hogyha a legolcsóbb Porsche-t akarják, szerintem ez egy kiváló választás lesz. Ezért mindenféleképpen kocsikázásra, játékra, Lego City-ben, vagy bárhol szerintem kiváló választás. Tényleg egy egyszerű Lego, nem is kellett volna tőle sokat várni, de szerintem a pénzünkért azt kaptuk, amit vártuk. Úgyhogy én meg vagyok vele elégedve. Úgyhogy most egy felnőtt koromra ez volt az első saját Lego, amit vásároltam magamnak, és szerintem tök jó pofa. Úgyhogy megy is vissza a helyére, ahol dekorációként ünnepelhetek benne. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornára, lájkoljatok, vagy diszlájkoljatok, ne felejtsétek el, illetve mondjátok meg azt, hogy ti szoktatok legózni, vagy szoktatok esetleg ilyesmiket vásárolni. Szeretnénk majd többet is bemutatni ebből a dologból, nyilván amennyire a saját készleteink megvannak, azokat mutatjuk, illetve hát amennyit tudunk vásárolni a későbbiekben, azokat biztos be szeretnénk mutatni. Valószínűleg mi inkább az olcsóbb legók tájára fogunk majd menni, amiket bárki könnyen beszerezhetne, hiszen buzdítunk mindenkit arra, hogy vegyen legót, hiszen ez egy nagyon jó kikapcsolódás, illetve egy közérdekű információ, hogy már egy ideje működik a támogatás a YouTube csatornámon, úgyhogy ha valaki azonnal látni szeretné a videóimat, akkor mindenféleképpen csatlakozzatok a VIP tagokhoz, illetve hogyha esetleg a VIP támogatós szekcióba esetleg nagyobb összeggel is szeretnétek, nagyobb összeggel is szeretnétek támogatni a YouTube csatornát, akkor azzal tudjuk fejleszteni a YouTube csatornát is, hogy jobb legyen a hang, a kép, és hát azt nagyon szépen köszönjük, hiszen szeretnék minőségi tartalmakat gyártani, már talán elmondtam, hogy Lego téren is. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!